Sziasztok srácok, én a Sajtermiszkettőmik, és a mai videóban őrült kartrájdos játékokat hoztam el nektek! Ezen a bolondos pályák-e végig bennünk, és ki tudja, hogy sikerülni fog-e, vagy nem? A cél, hogy a giganoob szájába landoljunk! Hölgyem, önnek meg mi ez kínja van, srácok, mint hogyha nem a Robloxon belül lennénk? Érjünk le egy kocsit, ide szépen beszállunk, és lehet még sebességet is választani. Figyeljetek, most éppen 28-an megyek, és ezt fel tudom pumpálni olyan szintű sebességre, hogy egyszerűen ki tudunk repülni. Áj! Majdnem az előttük lévő forgalmat leütöttem. Na de várj, itt ilyen kanyarok vannak, fékezz, főnök, fékezz, kifogó. Úristen, majdnem kirepültünk. Oké, itt emelkedő van, szóval gyorsítsunk rá, srácok, 60-nal megyünk. Áj, ki is repültem a pályáról. Oké, most már azt is tudjuk, hogy a kanyarokban nagyon lassan kell menni, hiszen nem poszkázik velünk a játék, egyből kizúgunk, hogyha úgy van. Itt meg azért vannak problémák, srácok, itt azért kevesebb léc van, mint kéne, hogyha jól tudom, eddig a kanyarig jutottunk, szóval letéveszem a sebességet. Jó, nagyon király, de ügyesek vagyunk. Az egyenesbe meg felturbózom, menjék, komoly, jaj, kanyar, fék. Jó, sikerült fékezni, nagyon jó, résen vagyunk. Szeretnétek velem találkozni, és egy egész napon keresztül velem Robloxozni, Minecraftozni, nyereményeket nyerni, akkor csekkoljátok le a leírást, és találkozunk Hívízen a Hotel Europa Fit 4 csillagos szállodájában. 12-től 14-ig lefoglaljátok a szállást, én ott leszek 13-án, és egész nap kockulni fogunk együtt. Még mi egész nap szórakozunk, addig a szüleitek elmehetnek várost nézni, vagy a szálloda területén tölthetik az időt, kikapcsolódnak, fürdenek, pihennek. Szóval egy nagyon király szállodában lesz az egész rendezvény, ott van a link a leírásban, vagy a rákattintotok, írásban le van írva minden, a programoktól kezdve, képeken át, hogy milyenek a szobák, a foglalásig, minden. Fontos, hogy hozd el a laptopod, vagy a tableted magaddal, hiszen azon fogunk egész nap játszani. Szóval gyertek, május 13-án találkozunk, nektek meg 12-től 14-ig jó szórakozást, jó pihenést. Újra begyorsítottam, 45-tel megyünk, srácok, egy kis kanyar, egy kicsi fék, és már jaj, itt lesz egy ugrató, na erre kíváncsi ezek, srácok, az ugratón át, jó, sikerült vennem a kanyart. Szerintem 34 ezeket a kanyarokat bőven be tudjuk venni, ez marra jó lesz, egy ilyen tornyon keresztül kerül, figyeljetek, hogy hányan vannak, jaj, ezen a rész úgy tűnik, hogy még nehezebb lesz, hiszen elég sokan vannak, és próbálnak menni, azt, amilyen jó pályán gurulunk végig. Itt, ha élőben játszanánk, figyeljetek, itt vagyunk a hullámvasúton, de ki király, az meg mi lesz az a nagy platform, meg az a kardot? Itt egyenesen vagyunk, srácok, gyorsítatunk, 1 millióval menjünk, már 60-nal száguldunk, fék! Itt vannak a többiek, ők többen is mennek, fú, milyen egy eletlen talaj jön ezután, de jó, ezt a kanyart még így 30-an be tudjuk venni. Kis zsuttyaró lefelé, jú, gázt pedára lépjünk, kíváncsi, hogy mennyivel tudom még bevenni a kanyart, oké, 46-tal még be tudom, 52-vel még be tudom, léci, jó, oké, 52-vel még be tudom venni ezek a kanyarokat is. Na erre nem vagyok biztos, hogy ez is sikerülni fog, de sikerülni fog, jupi! Jó, hosszú egyenes jön, srácok, fölgyorsítok, 60-nal megyünk, 60-nal megyünk, 50-nal, kirepültem! Most szerintem jó lesz az a tempó, srácok, fölmásztunk és tovább jutottunk, ahol az előzőnek lezuhantam. Most nézem, hogy van egy autós pálya is ez a részen, látjátok ott a távolban, azt is mindenféleképpen ki fogjuk próbálni, ha nyomtok egy lájkot erre a videóra. Ó, jaj, most egy kicsit ilyen gyengébb egyenes szakasz jön, aztán mindjárt ott vagyunk a noob szájába. Valaki meg itt tolakodik el. Előlem, menj innen a saját dolgodra! Na jó, hát ez milyen durva rész jön, figyeljetek már ide-oda, kavarodunk, úristen, és még oda is föl kell menni, hogy oh, itt van fölöttünk egy checkpoint, itt már ki tudunk szállni. Na jó, ez elképesztően király, csak ezt kéne még valahogy túlélni ott oldalt. Ó, haladunk föl, srácok, ez nagyon durva, még ezt is kibírja a kis kocsi, és csak szépen, mindjárt föltünk a tető részen, már csak ez a kis pálya részén, és ott lesz a checkpoint. Pontunk a zöld. Állj le, itt meg már nincsen talfa se, hát megpróbálok úgyis átmenni rajta, már csak ez a hosszú egyenes van, és srácok, ott vagyunk, figyeljetek már a másik srác, be is értek, hogy lassan megy előttem. Jó, már csak ezt az egyenes és ezt a kanyart, ezt az éles kanyart kell kibírni. Oké, és szépen készállok a kocsiból, megérkeztünk. Majdnem felborultam, gyorsan föl is veszem a checkpontot, halfway, félúton vagyunk elméletek, itt meg vannak ilyen fegyverek. Meg egy banánhéj, amit el tudok dobni, és elcsúszunk rajta. Hát akkor menjünk tovább, most föl kell mászni ezen a kis kardon! Azt, itt az 50-es tempó nem olyan túlságosan jó. Szerintem 40-nel elég lesz ezeket a nagyon furcsa kanyarokat bevenni, hát én azt hittem, hogy itt simán el tudunk tovább menni 50-nel, de nem baj, mászunk fel a kard hegyéig. És újra kigyorsulhatok 46-ig, 52-ig, srácok, fölgyomtam a gyorsítást, hiszen egyenes kanyarba jöttünk, úristen, még mennyi távolság van. Hoppá, kizuhantam.
második kardot mászom, srácok, konkrétan vagy fél órája ülök itt a Roblox előtt, és mindjárt megvan. És se hiszem el, srácok, hogy eljutottam ideig, nagyon-nagyon sokáig tartott ez az egész pályát végigvinni, de végre itt vagyunk az óriás noob, az óriás koldis noob szájába. Nem tudom, hogy mire számítotok, remélem van admin command, vagy valami jóság lesznek, mert ha csak lezuhanok és semmi nem lesz, akkor nagyon-nagyon mérges leszek. De itt vagyunk, srácok, 5 méter, 4, 3, 2, 1, és megérkeztünk. Wow, bent vagyunk a mega noobba, és most van valami plusz, vannak valami jutalom feladatok, meg itt van valaki más játékos, aki átváltozott ilyen törpévé, vagy fogalmas így, halfway, és winner. Úr, se ki tudok ugrani, és winner vagyok. Winner, valami ilyen szuperhős italom, amivel nem tudom, mi történik, de egy ide-oda vergődök. Okos óra, na ez aztán nagyon szükséges, egy okos óra. Mivé változtam már? Ojjaj, besztelen a karakterem. Van ilyen Szent János bogara, amivel tudok világítani. Egy ilyen kis, azt hittem elsőleg, hogy pingvin, de nem tudom, hogy mit csinál, csak reloadol, ez semmit nem csinál, meg egy rakéta, erre kiesek egy kézi rakétával, amit le tudtam tenni a földre. Ó, hogy engem kilő, azt a, hát az igen, ez itt a Mars küldetésre jelentkeztem. Ezen kívül van egy ilyen póni lova, vagy nem tudom mi, ó, hogy ilyen izéket lehet cserélni, rálépek, és olyan, mint a varázsszőnyeg, meg még rengeteg item, ez meg mi, megint egy űrhajó. Ó, azt el tudok vele utazni, ahova csak szeretnék. De menő, benyújtjuk a kazárokat! Ez gőzös sincs, hogy mi ez a blob, ez átváltoztat minket jéggé. Van egy ilyen túlélő felszerelésem, ami szerintem olyan, mint egy dobócsillag, de helyette ide, oda teleportálok a mapra, ahova akarok. Appá, srácok, hoztam magamnak ilyen talajszatot, amivel tudok ide-oda menni, hiszen vízvék a map legelejére, itt vagyok az óriási Giant Noob-on, és átszolok mindjárt, srácok, a Giant Noob testén. Ó, zuhanok! Úristenem, úgy mekkora hozzám képes, figyeljétek! Itt autósofőr vagyok, és ugye én irányítom, hogy merre menjünk, ez a kártost egy kicsikét bonyolultam, de mint ahogy ide jöttem, olyan emelkedők vannak, hogy egyszerűen hihetetlen 70 meg 80-akkal tudok pedig. Hát itt szerintem ki fogok zakózni egyből itt az autópályáról. Ó, azt a megvásztam a hegyet, srácok, beveszem ezt a kanyart, és szerintem mindjárt ír egy óriási lejtő. Jaja, itt a lejtő, szevasztok! Jajok, jó, szépen tartsuk az autót. Oké, pont talpra érkeztem. Hát csak valahogy föl kéne itt menni, nyomjad a gázpedált, jó, sikerült fölmászni. Ez belső részben konkrétan irányíthatatlan lenne. Figyeljetek már, olyan, mintha élőben vezetnék, de a kilátás is tök rossz. Ugratók is, ez félelmetes. Én meg megfordultam. Ebből zuhatag lesz. Köszönöm szépen, hogy nyitottatok a mai videóban. Szerintem eleget mókáztunk a mai részben, és eleget őrültködtünk. Hát ez a játék valami zseniás. Ha nektek is tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és tali a kövi részben. Na, sziasztok!